Bemutatjuk a Derrick című bűnügyi filmsorozat. Müncheni utazás című epizódját. Jó reggelt! Jó reggelt! Legyen szíves, adjon egy szájtot és az összes müncheni napilapot. Mint mindig. Parancsoljon, köszönöm. Köszönöm. Na? Hol voltál? Hoztam újságokat. A hirdetések miatt. Elutazom Münchenbe, felkeresek néhány címet. Van néhány állásajánlat. Elkészítettem a reggelidet. Ott van az asztalon. Ülj le! A legelső vonattal elmegyek. Kenjek neked egy csömlét? Nincs étvágyam. Szinte nem is eszel az utóbbi időben. Azt hiszem, ott is alszom egy éjszakát. Akkor reggel én lehetek az első jelentkező. Jó, utazz csak. Úgy érzem, hogy most szerencsém lesz. Higgy nekem végül is. Egyszer sikerülnie kell. Ugyan, már túl koros vagy. Miért egy jó 50-es? A férfiaknál az nem kor. A reményt is el akarod venni tőlem. Ezt akarod, Amelie? Azt hiszem, nem veszed figyelembe a tényeket. De menj csak nyugodtan. Csak éppen nekem nincsenek már illúzióim. Visszafeküdtél? Már indulsz? Igen. Hallgass meg, Amelie. Kétségtelen, hogy pillanatnyilag nehéz idők járnak ránk. Pillanatnyilag? Már egy éve? Igen, egyikünknek se könnyű. Ne itt, hogy én nem tudom. Nagy megpróbáltatás ez. Amelie, nem tudom, hogy meddig mehet így. De ne veszítsük el egymást. Vagy gondolod, hogy már késő? Csinálj valamit. Én már nem bírom ezt így sokáig. Ha most nem sikerül semmi, én elmegyek. Pedig nem akarlak elhagyni. Menj el Münchenbe, és holnap hív fel. Mondd, hogy minden rendben. Jó, jó, így lesz. Így lesz. Biztos, az sikerül. Érzem, hogy szerencsém lesz. Aztán felhívlak, jó?
Elnézést kérek, a Belmarstrasse-t keresem. Nem tudja, hogy merre van. Nem tudom. Van egy város térképe? Belenézhetnék? Még mit nem? Nálam csak venni lehet. Ha belenéz, akkor már használt lesz. Én pedig nem foglalkozom használt árukkal. És mennyibe kerül? 10 márka 80. Parancsol. Jó reggelt. A hirdetésükre jelentkezem. Hagyja itt a papírjait, legyen szíves. Ne, szeretnék személyesen tárgyalni. De ha óhajtja, megnézheti az anyagomat, itt vannak, szívesen megmutatom. Nem, inkább hagyja itt, ha kérhetem. Összegyűjtjük a jelentkezők papírjait, és alaposan megvizsgáljuk. A döntés csak azután következik. Sajnos nincs róla másolatom. És gondolom, a személyes benyomás döntő lehet. A főnök pillanatnyilag házon kívül van. És egyébként is úgy tudom, fiatalabb munkaerőt keresnek. Jó napot! Jó napot! Ránk akarsz húzni valamit? Nem, vagyis igen. Saját magamat árulom. A hirdetésükre jelentkezem. Elnézést. A hirdetésben utazó ügynököt keresünk. Igen. Alaposan átgondoltam. Tulajdonképpen mi az, hogy utazó ügynök? Ügynök és kereskedő. És én kereskedő vagyok. Megengedi, hogy megmutassam a papírjaimat? Ne fáradjon a papírjaival. Teljesen fölösleges. Ahogy magát elnézem, mindannak az ellenkezője, amit mi keresünk. Jó napot! Egy pillanat! Tessék parancsolni. Kaphatnék egy szobát? Legyen szíves ezt kitölteni. Előbb megkérdezném, hogy mibe kerül. Mennyi nem túl sok magának? Hát, ha ez szerint megy, akkor nem kerül semmibe. Jó, 60 márka. 20-at elengedtem. Fürdőszoba és vécé a folyosó végén jobbra. Köszönöm.
Lüdge panzió. Igyekez, nincs sok idő. Nyugi, nyugi. Előbb intézzük el az anyagiakat. Tessék. Már le ezt a rongyot. Ez az egy fürdőszoba van itt? Azt hiszem, igen. Végül is olcsó szoba. Nem lehet csodálkozni. Az én szobám aztán nem olcsó. Magát is egy lány hurcolta fel ide? Nem, én üzleti úton vagyok, hogy úgy mondjam. És miben utazik? Állást keresek. Miért? Munkanélkül? Már jó egy éve nincs állásom. Szakmája nincs? Diplomás kereskedő vagyok a legjobb képesítésekkel, de minden hiába. Azért ne húzza fel magát. Mi az itt? Nincs meleg víz. És fogborsó pohár sincs. Tudja, nem tudok ellenállni ezeknek. Pláne, ha még jól is néznek ki. De utána hány ingerem van tőlük? Nem értem, hova teszem az eszemet ilyenkor. Képzelsz, mi? Jaj, ne! Ne bánts! Mi történt azzal a lánggyal a szobájában? Meghalt, ugye? Igen, azt hiszem. Az Isten verje meg. Meg akart lopni a rohadt kurva. Amíg idekint voltam. Úristen, hogy jutok ki innen? De lent nem látott senki. Maga látott egyedül. Igen, én láttam. Ide figyeljen, öregem. Nem akarok sítre kerülni. Esküszöm, hogy a pénztárcám a kezében volt, amikor elkaptam. Lekevertem neki néhányat. Biztosan beütötte a fejét. Tulajdonképpen inkább baleset volt. Én előre fizettem neki,
Mit gondol? El tudjuk valahogy rendezni a dolgot? Elrendezni? Vagy kihívja a rendőrséget? Hogy érti azt, hogy elrendezni? Ha eljár a szája, benne vagyok a pácban. Aha, most már értem. Láttam magukat az ablakból. Jó drága autója van. Tehát jól megy magának. És most itt ez a halott lány tönkre teheti. Azt akarja, hogy tartsam a számot? Igen, pontosan azt akarom. Magára vagyok utalva. Pontosan tudom, nem kell elmagyaráznia. Azt mondja, nem látta senki? Nem, senki. Akkor most menjen vissza a szobájába. Miért menjek vissza abba a szobába? Szedje össze a holmiát, mindent. Zakót, cipőt és így tovább. Aztán megpróbálunk kimenni úgy, hogy ne vegyenek észre. Nem hallja, tegye, amit mondtam. Én is megyek. Gyorsan, vegye fel! Jó. Ez a pénz a magáé? Igen. Ivott itt valamit? Megfogta a poharakat? Nem, nem ittunk semmit. És hozzányúlt valamihez? Az ajtóhoz, a kirincshez. Van bent valaki? Nem tudunk kijutni innen. Itt várjon! Tehát hatalmas meglepetésre a Bundesligában. Ma Dortmund Bayern München 3-0. Azt hiszem, nem is kell nekem itt többet beszélnem. Búcsúzunk az örömnek ennek képeivel. Én vezetek, adja ide a kulcsot. Meg kell beszélnünk a dolgot. Méghozzá nyugodtan. Keresünk egy kocsmát, ahol nem ismerhetik magát, és nincs túl messze. Maga most szorult helyzetben van. Számomra ebben nincsen semmi új, én már régen abban vagyok. Hol szedte fel azt a lányt? Miért kérdezi?
Azért, mert tudnom kell, hogy valóban én vagyok-e az egyetlen, aki tudja magáról, hogy gyilkos. Látta magát valaki együtt azzal a lánnyal? Egy bárban láttam meg. És ott szólította le? Nem, nem ott. Kiment a bárból, én meg utána. Azt gondoltam, elszórakozom vele egy kicsit. Szóval az utcán szólította le? Igen. És nem találkoztunk senkivel. És a panzióban? Ott sem látott senki, higgyen nekem. Senki, csak én. Én is szorult helyzetben vagyok. Pénzt akar? Nyugodtan mondja meg, egyáltalán nem probléma. Jó annak, aki azt mondhatja, a pénz nem probléma. Nekem állás kell. Ha szerez nekem állást, befogom a számot. Menjenek tovább! Itt vannak a papírjai. Andrea Gartner, foglalkozása, itt az áll, hogy fotómodell, de a portás azt mondta, fekve kereste a kenyerét. Itt fogadta a kuncsaftjait. Igen, hát akkor egy kuncsaftot keresünk. Aha. Tehát ez itt egy afile találkahely. Nem, ez egy panzió. Szobákat adunk ki, és nem kérünk erkölcsi bizonyítványt valamit, azt sem firtatjuk ki, mivel keresi a kenyerét. A lényeg, hogy fizesse a szobát. De azért a 18-as szoba lakójáról tudta, hogy mivel keresi a kenyerét. Igen, ez egy pillanatig sem volt kétséges, de azért ez nem találkahely. Látta ma este a lányt? Igen, úgy hét körül. Még világos volt, amikor elment. Integetett nekem. Azt mondta, viszlát. Tudja, egész kedves lány volt, csinos is volt, de valahogy sajnáltam. Aztán később már nem látta? Nem. Akkor most legyen szíves elmondani, kik laknak még itt. Ez zsarolás. Szerintem nem az. Legfeljebb ellenszolgáltatás. Szolgáltatás, ellenszolgáltatás. Ez teljesen természetes dolog. De én nem tudok magának állást szerezni. Nincsenek kapcsolataim. Esetleg, ha anyámat megkérném. De akkor neki is el kellene mondani mindent. Nem, azt nem lehet, nem tehetem. Engem nem érdekel, hogy mit csinál. A maga dolga. Intézze el, ahogy tudja. Itt lakom édesanyámmal. Mama! Az édesanyja már lefeküdt. Köszönöm, Maria. Maga is elmehet lefeküdni. Várjon egy kicsit. Gyere be, hallottam, hogy itt vagy. Mi van veled? Mi történt? Gyere ide, gyere! Látom rajtad. Mi az? Baleset? Igen, valami olyasmi. Igen, mama. Baleset.
Mama, ugye segítesz nekem? Kérlek. Az a férfi odalent van? Igen. Menj le hozzá. Megyek én is. Anyám azonnal jön. Jó. Kér valamit inni? Nem, köszönöm, nem. Jobb, ha előre felkészítem. Nem lesz könnyű dolga. Tehát ön az. Csinálj nekem egy viszkit. Hogy is hívják? Zassner. És honnan jött? Wasserburgból. Ma reggel azért, hogy állást keressek. Tehát munkanélküli. Már egy éve. Családja van? Nős vagyok. Nem mehetek haza anélkül, hogy ne mondanám a feleségemnek. Újra van munkám. Újra keresek. Ha nem tévedek, az ön helyzete meglehetősen kilátástalan. Nagyon jól látja. Ez az igazság. A fiam egy tök filkó. De nekem csak ő van. És szeretem. Csúnya üzlet lesz, amit egymással kötünk. Maga hallgat, és én megfizetem a hallgatását. Nekem nem kell pénz. Ne nyugtalankodjék. Már hallottam arról, hogy mit akar. Meg lesz az állása. Gondoskodom róla. De előtte meg kell bizonyosodnom arról, hogy képes lesz megtartani az ígéretét. Gondolom, hogy a rendőrség már nyilván rég ott van abban a panzióban. És maga fontos tanú. Sőt, esetleg gyanúsított is lehet. Eszébe se jutott, hogy esetleg magát is gyanúsíthatják. A fiam egy tökfilkó, ahogy mondtam. De úgy látom, maga sem különb. Maga se képes reálisan gondolkodni. Vajon állhatatos-e? Hideg vérű. Vagy meg lehet törni? Jól bírja a vallatást? Könnyen lehet, hogy a rendőrség már keresteti. Egészen biztos, hogy nagyon várják. Csúnya üzlet ez, amire készülünk. Visszaviszem a panzióba. Ha kihallgatja a rendőrség, próbáljon meg körültekintően válaszolni. Ha megkérdezik, hol volt a gyilkosság idején, mit fog válaszolni? Nem nagyon ismerem Münchent. A pályaudvart ismerem. Majd azt mondom, hogy a restiben voltam. Nem. Az nem jó. Oda mennének magával, hogy mutassa meg az asztalt, amelyiknél ült, ki szolgálta, ki mit evett, mit ivott. És maga már is megbukott. Nem. Mondjon csak annyit, hogy céltalanul őgyelget München szájén. Ez sem valami fényes, de mindegy. Maradjon teljesen nyugodt. Mondja azt, hogy nem volt pénze, ezért nem tudott beülni sehová. Ez biztos igaz is. Hát sok pénzem nincs.
Tovább nem vihetem. A következő sarkon megállok, és kiszáll. Jó. És vigyázzon, hogy mit mond. Elnézést, nem mehet be? Itt lakom, uram. És a szobakulcs nyitja a kaput is. Igen. Ott jön. Zászlár úr? Mi történt? Egy pillanat, hívja fel az irodában. Rendben. Ön lakik a 17-es szobában? Bűnügyi rendőrség, jöjjön velem. De hát mi van itt? Mit csinálnak? Csak nem képzelik, hogy én öltem meg ezt a lányt. Zászlár úr, honnan tudja, hogy itt megöltek valakit? És honnan tudja, hogy egy lány az áldozat? Hol volt az elmúlt két órában? Köszönöm. Na, mi van vele? Hát, elég zavart és ideges. Rendesen elővetted? Meggyanúsítottad a gyilkossággal? Ahogy megbeszéltük. Jó, de az, hogy ideges, nekem nem elég. Ki ez a pasas? Hát, túl sokat nem tudok róla mondani. Wasserburgban lakik, ma hajnalban jött Münchenbe állást keresni. Itt vannak a hirdetések, amelyeket aláhúzott. Milyen képesítése van? Diplomás kereskedő. Ha. Ami a papírjait illeti, tisztességesnek látszik. Polgári típus. Ami semmit sem jelent. És tudta, hogy egy lány gyilkoltak meg. Vajon honnan? Tehát itt van minden, amit eddig elárult magáról. Név, cím, stb. Ha minden ott van, akkor mit akar még? Az emberei úgy kérdezte ki, mintha idióta lennék. Látom, hogy munkanélküli. Nincs odaírva. Biztosan ott van. És az is, hogy miért jöttem Münchenbe. Állást keresni nem könnyű dolog, elhiheti. Az ember lelke gyalog jár közben. Milyen választékosan beszél. Ha tudná, mi minden jár olyankor az ember fejében. Csak nem képzeli, hogy egy olyan nő érdekelni tudna. Olcsó megoldás lenne, nem nekem való. Azt, hogy a megölt lány prostituált volt, azt senki nem mondhatta magának. Már az emberek is beszélték, odakint a szálló előtt. Holnap jöjjön be az őrszobára, jegyzőkönyvbe vesszük a vallomását, alá kell írnia. Holnap nem érek rá. Hirdetésekre kell jelentkeznem. Holnap reggel bejön a rendőrségre, ez hivatalos idézés. De ma még itt alhatok, ugye? Van kifogása? Jó éjszakát. Céltalanul őgyelget. Már hallani sem bírom. Elég hülyén hangzik, de az is lehet, hogy igaz. Na, jól megszorongatták tegnap, igaz? Igen, rám másztak. Csak hogy alaposan mellé fogtak. Ez a kávé jó erős. Ha, rám is fér. Legyen szíves, hívjon nekem egy taxit. Taxit? Ahogy jó hagyja. Mama, Zászner van itt. Legalább eddig még nem tartóztatták le. Köszönöm. Na? Lát.
látom a szemén, hogy mit akar kérdezni Berthold. Hogy minden rendben van-e? Minden rendben van. Azt hiszem, ma éjjel egyikünk sem aludt jól, igaz? Jöjjön be. Miért jött ide? Azt mondja, minden rendben van. Majd meglátjuk, hogy valóban úgy van-e. Szóval, miért jött? Leülhetek? Igaza volt. A nyakamba akarták várni a gyilkosságot. Nem sokat tegetóriáztak. Valósággal lerohantak. De én álltam a sarat. Végül is nem én vagyok a gyilkos. És a fiam? Mi a helyzet a fiammal? Az ön fiát nem látta senki. Senki nem tud személyleírást adni. Azt hiszem, túl vagyunk a veszélyen. Nyugodt lehet. Megvan az állása. Egy jó ismerősöm alkalmazza. Jövő héten már kezdhet is. Megengedi, hogy telefonáljak? Ott a telefon. Tessék! Amelie, én vagyok az. Képzeld, jó hírem van. Méghozzá nagyon jó. Végre találtam állást. Oh, jaj, de jó! Hát ez csodás! És mit fogsz csinálni? Mikor kezded? Hétfőn. Jövő héten. Azt akartam még mondani, hogy csak holnap utazom haza. Holnap este. Nem, azt még nem tudom megmondani így telefonon. Igen. Akkor most, és... Amelie. Szeretlek. Ezt ne felejtsd el, jó? Igen. Köszönöm szépen. Várjuk ki a végét. A rendőrség már végzett magával? Ma még be kell mennem. Most. De már nem történhet semmi baj. Igen, mama, igaza van. Már nem történhet semmi baj. Stefan, mi készen vagyunk. Jó. Köszönöm. Jó reggelt, Zászner úr. Jó reggelt. Alá kell írnom valamit? Igen, a vallomását. Foglaljon helyet. Köszönöm. Nos, most olvassa végig figyelmesen, és aztán írja alá. Jó, már is. De remélem, most nem állítanak falhoz. Elnézését kérem, durvák voltak magával. Igazán sajnálom, de tudja, magát gyanúsítottuk a gyilkossággal. Igen, tudom, tudom. Most elégedett? Milyen jó kedve van ma, uram. Igen, valóban. Örülök, hogy letudtam ezt. Na igen, ezt tökéletesen meg tudom érteni. Tegnap még azt mondta, hogy gyalogjár a lelke, és... Feltűnt nekem, hogy milyen szép kifejezést használt. Ma pedig úgy látom, szárnyakat kapott a lelke, igaz? Igen, igaz. Na jó, lehet, hogy a későbbiekben még szeretnénk egy-két kérdést feltenni, úgyhogy jó lenne tudni, hol érhetjük utol. Itt marad? Itt maradok Münchenben, hogyne? A panzióban, ugye? Nem, nem ott. Az egyszer biztos.
Na jó, akkor majd mondja meg a címét. Akkor most elmehetek? Igen, elmehet, hogy ne. Hát akkor szép jó napot továbbra is. Viszlát. Hát ebben meg mi ütött? Mintha kicserélték volna. Egy pillanat. Ugye megvan a Wasserburgi telefonszáma, felhívom a feleségét. Te vagy az megint? Olyan gyorsan letetted, még annyi mindent akartam kérdezni. Zassner lakás? Igen. Ki beszél? A nevem Derek. Éppen most beszéltem a férjével. Meg tudnál mondani, hogy hol érhetem el? A férjemet? Hát azt sajnos én sem tudom. Ma reggel telefonált, hogy végre talált egy jó állást. Azzal kapcsolatban keresi? Igen, igen, azzal kapcsolatban. Köszönöm szépen, asszonyom. Majd később újra hívom. Köszönöm. Szóval talált állást? Hány óra van? 11. Igen, akkor 2-3 óra, sőt kevesebb idő alatt talált egy jó állást, és még csak nem is mondta nekünk. Hív csak fel a panziót. Nem, még itt van a bőröngye. Akkor mi most oda megyünk. Ha a 17-es lakás miatt jönnek, 5 perccel ezelőtt ment el bőröndöstül. Megmondta, hogy hova? Azt nem. Jött érte valaki? Nem, én hívtam neki egy taxit. Taxit? Újabban már csak taxival rohangál. Szóval maga hívta a taxit, bizonyára telefonon. Gyorsan hívja fel őket, tudnom kell, hogy hová megy az a taxi. 587-es jelentkez. 587-es. Hová lesz a fuvar? Wutzhammer út 15. Van valami? Csak érdeklődtem. Mi az, hogy csak érdeklődnek? Miért érdeklődnek? Én azt nem tudhatom. Megkérdezni? 587-es a központnak. Tessék, központ. Az előbb kérdeztétek, hová megyek. Miért? Már nem aktuális. Értem. Hallotta. Igen, hallottam. Csak tudja, nem tartozik senkire, hogy hová megyek. A rendőrségem minden a lehető legjobban ment. Onnan semmi veszély nem fenyeget. És kiköltöztem a panzióból. Nem tudtam volna ott még egy éjszakát eltölteni. Most rögtön keresel egy másik hotelt. Olyat, amilyet megengedhet magának. De hát már nincs egy fillérem se. Én adok magának pénzt. Egy kisebb összeget. Nehogy elkezdjen feltűnően költekezni, érti? Maga még állást keres. És még valami. Felejts el ezt a házat. Felejtsen el engem. És felejts el a fiamat. Igenis. De még el kell valamit mondanom. Taxival jöttem ide, és útközben a központból megkérdezték a sofőrtől, hogy hová megyünk. És megmondta a címet. Nem tudom, hogy ki lehetett. Üljön le egy kicsit. A rendőrök talán okosabbak voltak, mint ahogy azt maga gondolta. Mama! Most hagyj! Milyen cégeket keresett fel tegnap? Kérem a címeket. Mondja meg, hogy kivel beszélt. Bertolt, visszaviszed Zassner urat a városba, és megvársz engem az irodában. Szóval, hol járt tegnap?
két úr van itt a bűnügyi rendőrségtől. Jó napot. Jó napot. Maria, ezt a levelet vigyél a postára, jó? És még valami. Elnézést kérek, uraim. Maria, azonnal hívja fel a fiamat az irodában, jó? Estig haza ne jöjjön. Elnézésüket kérem, valamit még hozatnom kell, mielőtt az üzletek bezárnak. Kérem, foglaljanak helyet. Köszönöm szépen. Engedje meg, Klein úr, az én nevem Derrick, gyilkossági csoport. Gyilkossági csoport. Miről van szó? Ismeri Zassner urat? Igen. Ő az a férfi, aki tegnap jött Wasserburgból Münchenbe, azért, hogy állást keressen. És ön honnan ismeri? Egy nagy irodaházban találkoztam vele, azt hitte, hogy ismerős vagyok ott. És tőlem érdeklődött egy cég után, a kezében ott volt a hirdetés. Nagyon szánalmas benyomást keltett. Egy kicsit elbeszélgettem vele. Rögtön elmesélte az egész életét, minden gondját, baját. Tudják, hogy van ez. Én nagyon megsajnáltam. Azt mondtam neki, hogy látogasson meg egyszer, hát ha segíthetek. És eljött. Itt járt önnél? Igen, ma reggel. Azt is elmesélte, hogy mi történt a panzióban. Baleset volt? Vagy gyilkosság? Úgy tudtam, hogy Zassner úr innen magukhoz ment. Ezt honnan tudja? Azóta megint járt itt. Segítettem neki. Egy ismerősöm, dr. Reitz, szerszámgyáros, felveszi a jövő héttől. Segíthetek az uraknak még valamiben? Szabad kérdeznem, ez a fotó a komódon a fiát ábrázolja? Igen. Tudja, abban a panzióban, ahol Zassner úr lakott, bántalmaztak, majd megöltek egy prostituáltat, és azért, de gondolom, ő már mindent elmesélt magának, igaz? Mondanom sem kell, mennyire megrázta az eset. Hiszen ott történt a közvetlen szomszédjában. Hát igen, egy fiatal lány volt, még ha prostituált is. Egy ember halt meg, és az mindig tragédia. Na látod, ez egy érdekes asszony. Erős akaratú, de mintha ezt az erőt befelé fordítaná, mintha védekező tartást venne fel. Na persze, a védekező tartás manapság már normális. Figyelj, Holzingerné egyedül él a fiával. A fiú büntetett előéletű. Bertold, a felügyelő úr szeretne megismerni. Jó napot. Jó napot. Nem tudom, hogy miért akar beszélni veled, de gondolom, te is kíváncsi vagy rá. Igen. Miről van szó? Zassner. Ismeri Zassner urat? Azt a férfit, akinek anyám segített állást szerezni? A városban találkoztak tegnap. Hogy is volt, csak egy irodaházban találkoztatok, ugye? Kérdezett tőled valamit, vagy te kérdeztél tőle? A felügyelő úr már tudja, én mindent elmeséltem neki. Van még valami, amiben segíthetek? Nem, köszönöm. Akkor elmehetek? Igen, elmehet. Viszontlátásra. Ismerjük a fia előéletét. Tudja, mire célzok? Igen, tudom. Az autóbalesetére céloz. Körülbelül fél éve történt. Cserbenhagyás. Egy prostituáltal volt. De hogy jön ez ide? Hát például úgy, hogy ezek szerint a fia prostituáltakkal érintkezik.
Ha arra kérném, jellemezze a fiát, mit mondana róla? Talán néha egy kicsit zaborátlan. De sok fiatal ilyen. Aha. A fiamat gyanúsítja? De kérem, asszonyom, a gyilkosság mindig a vége a történetnek. Először fel kell tárnunk a gyilkosságot, ez a neheze. De ehhez meg kell találnunk az igazi történetet. Olyan sok történet kínálkozik, de az ember arra kíváncsi valójában, hogyan is történt. Vajon így volt, vagy így? A fantáziájára hagyatkozik. Ó, igen, arra is, hogyne. És most mit mond a fantáziája? A fia meglátogatott egy prostituáltat. Egy panzióban. Egy panzióban. Bántalmazta, majd megölte. És aztán? És ugye a szomszéd szobában ott volt Zászner úr. Tanúja volt a dolognak. Aztán cinkossá vált, és a fia... A fia megvásárolta a hallgatását. Ezt egyébként az ön segítségével tette. Ön kerített neki állást. Igen, bizonyára jó állás lehet, hiszen hihetetlenül boldog volt, mintha tegnap óta kicserélték volna. Ez valóban fantasztikus történet. Azt szeretném tudni, hogy vajon mi játszódik le most önben, aki így szintén cinkossá vált. És ha úgy vesszük, ezáltal némileg bűnrészessé a gyilkosságban. Hát persze, gondolom, azért vállalta mindezt, mert a fia volt... A fia volt a gyilkos. Itt a történet vége. Igen, itt a történet vége. És búcsúzom is. Oda kérem, köszönöm. Most új lenyomatot veszünk. Tőlem? Új lenyomatot? Lépjen hátra egy lépést, és adja ide a jobb kezét. Ugye ismeri Holzinger urat? Zászner úr, mondja el, legyen szíves, hol és mikor ismerte meg? Van néhány új lenyomatunk. Szeretnénk összehasonlítani az önével. Már megmondtam, csak egyszer láttam Holzinger urat. Az édesanyja házában. Valóban mondta. Csak hogy ez nem igaz. Megölheti. Találtunk új lenyomatokat. Nem a szobában. Ott szépen letöröltek mindent. Ott a világon semmit sem találtunk. De valamiről megfeledkeztek. A fürdőszobáról. Azt mondta, hogy soha nem járt abban a panzióban. A fürdőszobában találtunk új lenyomatokat. Amennyiben ezek megegyeznek az önével, akkor azt mondom önnek, ott volt a gyilkosság idején a panzióban, azon az éjjelen, amikor azt a prostituáltat megölték. A bal híveik megegyezik. Köszönöm. A fürdőszobában talált új lenyomatok megegyeznek ezzel. A gyilkosság éjjelén a panzióban volt, és maga ölte meg a lányt. Letartóztatom. Zászner úr, önt pedig hamis tanúzással és zsarolással vádolom. A feleségem.
Én csak végre munkához akartam jutni. Írta Herbert Reinecker, magyar hangok, Szabó Ottó, Gálvölgyi János, Kajtár Róbert, Konrád Antal, Andrész Kati, Selmeci Roland, Velencei István, Dudás Eszter. Zene Frank Duval. Fényképezte Mihály Georg. Magyar szöveg Kertész Judit. Hangmérnök Levacsics Péter. Vágó Fényi Márta. Gyártásvezető Kun Márta. Szinkronrendező Bursi Katalin. A szinkron a Welcome Kft. Megbízásából a Liget stúdióban készült. Rendezte Alfred Weidenmann.